A tulipán kelyhében volt egy akkora nagy láda, amibe a világ összes meséje belefért. Egy az óvodások részvételével megelevenedő történet színesítette a hétfő délutáni programokat a Gyulai Mágocsi úti óvodában. A Magyar Népmese napján Szabóné Arató Klára, az óvoda vezetője vehette át a Pompás Mesés Óvoda címet. Mindez azt jelenti, hogy ebben az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek ilyen irányú fejlesztésére. Mi azt szeretnénk a mindennapokba beépíteni, hogy miről is szól? Hát a meséről, az élőszavas mesemondásról, az interaktív előadásról, a fantáziáról, a kreativitásról, a népdalról, a népzenéről, a népmeséről, a néptáncról, tulajdonképpen és egy kis barkácsolással. És úgy gondoljuk, hogy ha mindezeket az elemeket beépítjük a mindennapokkal, mindennapokban, akkor élménydúsabbá tehetjük a gyermekeink hétköznapjait. Ezt a címet Békés vármegyében elsőként nyerte el a Mágocsi úti intézmény, de országosan sem sokan előzték meg őket. A hétfői eseményen két óvónő kapta meg a Pompás Mesés Nagykövet címet. Az, hogy egy óvoda, Pompás Mesés óvoda lesz, és a Gyulai Mágocsi úti óvoda a 15. a sorban, tehát az országszerte másik 14 ilyen intézmény van már. Azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok nap mint nap alkalmazzák a Pompás Napok módszertanát, amely egy olyan módszertan, egy olyan mesélési módszertan, ami egyrészt a néphagyomány szálait sodorja erős kötéllé, tehát egyfajta hagyományéltetés is. Másrészt egy olyan interaktív mesélési módszer, amellyel a gyerekek, azok a gyerekek, akik nehezebben hallgatnak mesét, ők is tudnak kapcsolódni a történettel és egymással is. Az óvodai programon köszöntötték az életük új szakaszába lépő, vagyis frissen óvodássá vált gyermekeket.